Olvasókör a Civil Rádió FM 98 műsorában, hétfőn este 8-tól. Az Olvasókör a művészet, a művészek világát kívánja a hallgatókhoz közelebb hozni. A magas kultúra képviselői nem elefántcsontoronyban élnek, műveik megértéséhez különleges képzettség sem szükséges. Az Olvasókör bizonyítja, hogy a művészek ugyanolyan emberek, mint mi. Minden hétfőn 20 és 21 óra között a Civil Rádió FM 98-on ezt mutatják majd meg mindannyiunknak. Olvasókör hétfőn este 8-tól a Civil Rádió FM 98-on. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A Civil Rádió stúdiójában mai vendégünk Antal László költő. Segítségünkre lesz a költő verseinek a megismerésében Simon Attila, színész és zenész. Őt már ismerhetik a Civil Rádiónak a hallgatói, mert már a Mozart műsorát korábban bemutattuk. Kedves Antal László, szólíthatlak Lászlónak, mivel régebb óta ismerjük egymást? Így van, igen. Az első kérdésem az volna, hogy mitől lettél költő? Belesodort az élet, vagy szilárd elhatározásra jutottál, hogy költő leszel? Talán mind a kettő. A játékosság, így a versírásban is rejlő öröm, közel 500 éve jegyzett el. Tulajdonképpen, amikor elkezdtem verseket olvasni, akkor valahogy fölmerült bennem, hogy jó lenne írni is, és aztán később az is, hogy magyarázni is. És akkor valahogy egy kicsit a költészetből nőtt ki az, hogy irodalomtanár lettem, ugyanakkor az irodalomtanárságom is hatott a verseimre. Az irodalom órákon a gyerekeknek a saját verseidet is felolvasod? Felolvastam, igen. Sokszor volt úgy, hát irodalom órán kevésbé, de irodalom szakkörön, ahová főleg lányok jártak. Többször megkérdezték, hogy Laci bácsi ezt a verset, hoztak egy konkrét verset, és akkor hogy ezt hogy írnám meg, tehát tulajdonképpen ott nem csak értelmeztem más költők versét, hanem ilyen feladatok elé is állítottak a diákok, és jókat nevettünk, tehát hangulatosak voltak ezek a beszélgetések, találkozások. Ma már az egyetemeken, illetőleg a különböző ilyen önképző körökben tanítják is a versírást. És én voltam egy ilyen tanfolyamon, azóta se írok verseket egyébként, és ott a fő feladat az volt, hogy különböző költők stílusában kellett verset írni. Ez segített rajtad is? Igen, igen, föltétlenül. Itt leginkább Csokonai hatását említeném, tehát Csokonai játékosságát, zenéiségét, de gyakorlatilag hát úgy gondolom, hogy az egész magyar, illetve a világirodalom valamilyen módon tehát inspirált. Úgy, mondhatnám azt is, hogy ugye sok helyen olvasható, hogy egy szó sincs, amit valaki valamilyen formában leneírt volna. Ebből a megközelítésből az én írásaim is a bennem élő irodalom örökség tovább éltetése, de remélem az én hangomon. És kik azok a költők, akiknek példának tekintesz magadnak? Csokonait már említettem. Igen, például Szergej Jeszenyin, József Attila, de nagyon szeretem a régebbi magyar költészetet, például Amadé László nevét említeném. Ha egy szóval kellene összefoglalnom, akkor azt mondanám, hogy kedvtelésből. Vagyis úgy is mondhatnám, hogy Jedlik Ányos, a fizikus azt mondta, hogy számára a fizika az, ahol ő tanul, ahol ő mulat, ahol ő gyönyörködik, számomra ez volt az irodalom. Tehát az irodalomból rengeteget tanultam, tehát akár versírás közben is, akár, nem tudom, vagy Mikszátot is említhetném, akit mikor köszöntöttek a írói jubileumán, és hogy mennyit dolgozott, akkor úgy lesöpört ezeket a megjegyzéseket, és azt mondta, hogy ez neki nem munka volt, hanem játék, tehát öröm. Szóval ő szórakozás. Tehát valahogy én is így viszonyulok hozzá, és... Megint, ha választhatok, hogy ihletett amatőr, vagy esetleg
kiégett profi, akkor természetesen az ihletet, amatőrséget vállalom. Már megjelent Antal Lászlónak egy verses kötete is. Kedves Laci, mi ez a kötet? Ennek az az érdekessége, nekem a Szó címmel jelent meg Budaörsön, és a verse kategóriában első helyen díjazták, Szabó T. Anna ajánlásával. Annának Szombathelyen magyar tanára volt, ami annak idején megmutatta a verseit, és örömmel beszélgettem vele, és mikor említettem neki, hogy összeállítottam egy kötetet, és írne hozzá egy előszót, akkor boldogan mondott igent, és egy nagyon míves előszót írt hozzá. Ez aztán átdolgozva 2014-ben újra megjelent. És akkor vannak köteteim, amelyek hát kiadásra várnak. Ebből az egyiket kiválasztottuk közösen. Hát egy ciklus tulajdonképpen, igen. Tehát a Olvasókra vár a Zsebbegyűrt versek című kötet, ez három részből áll. Morzsák diákéveim asztaláról, az az alcím, hogy négy víg lesöprésben, hiszen ugye a morzsát is lesöplik. A másik rész, konkrétan a Zsebbegyűrt versek, ezek fiaimnak, unokámnak írt valomások. A harmadik rész pedig négy évszakban tucat hónap, Ábris fiam által kért játékos vers gyűjtemény, tehát az évszakokról, hónapokról, hetekről, tehát ez ilyen játékos. A Tükör a vers című kötetem az az utolsó 30 év vers terméséből adna ízelítőt. A Hárfa hangja elszerethet szonettek, ezek sorfajtákban írt versek. Arcod vallat cím alatt a Bizalom verseit gyűjtöttem össze, olyan verseket lány és asszonybarátoknak, feleségemnek, ismeretleneknek, lányoknak, ha lenne, amikor úgy gondolom, hogy egy férfi szal elmond a hölgyeknek. És akkor András fiam kérésére írtam egy vázlatos szubjektív irodalmi visszaemlékezést magyar és külföldi alkotókról, akik irodalomtanárá olvasóvái érésemben is formáltak. Ennek az a cím, hogy Citerás hangol cimbalmot, tulajdonképpen versesszék az irodalom, zárójel tanár is ról, tehát az irodalom tanárról is, és az irodalomról is. Ez is több részből áll, az első rész áthallások, találkozások, ebben azokat próbálom megfogalmazni, hogy milyen ihletek értek. A középső rész, az gyakorlatilag a Bibliától kezdve mindmáig, ez nem irodalom történet, szeretném hangsúlyozni, hanem vers eszék, hogy hogyan formálták tehát a gondolkodásomat, és a következő részben pedig így ne elemez, annak idején sokszor elemeztem a diákok kérésére játékosan, az egyiket kiválasztottam, és újra hát írtam, tehát így ne elemez, süsfel nap, tehát ez a bizonyos süsfel nap, fényes nap, kertek alatt a kisbárány majd megfagy. Most milyen ciklust választottál, hogy bemutatkozzál a civil rádió hallgatóinak? Tulajdonképpen ez két részből áll, az a tűnődések holtakról, élőkről, egyrészt nagyságokról, akiket említettem, hogy a Citerás hangol cimbalmot című kötetemben szerepelnek, másrészt pedig, tehát részben élő, részben holt nagyságok, másrészt pedig az újabb verseimből válogattam ebbe a ciklusba. Köszönöm szépen, kedves László! Ezt követően Simon Attila olvas fel nekünk verseket, és valamennyi vershez Antal László választott egy-egy zenét is. Így tehát a verseket zenével fogjuk összekötni. Köszönöm szépen! Kedves Attila, hallgassuk meg az első verset. Antal László, tűnődések holtakról, élőkről. Mi lenne, ha... Mi lenne, ha költő lennék? Egyszerűség kedvelője. Sorral rímre is rálelnék, s jobban vágynék ihlettőre. Eszmék között rendet tennék? Bánatom, hagynám az őszre, mert szeretnek, vigaszt vennék? Mi lenne, ha festő lennék? Mennyi eszköz kéne ahhoz? Milyen színeket kevernék? Szólnék? Ne utánozz, alkos! Kedvelnének? S én szeretnék? Adnék színt a vígtavaszhoz? Kép álmaim összevetnék? Mi lenne, ha mester lennék? Persze hangszergyártó mester. Hegedülve dalra kelnék? Pörölnék a tolvaj perccel? Önmagamban kirelelnék?
Lelkem érzem féltve tesztel. Két kezemet ölbe tennék? Mi lenne, ha lelkész lennék? Isten vidám szószólója, szószékre fel hogyan mennék? Hogy ütne a belső óra? Négy naponta kétszer ennék. Van szavamnak tüze, sója? Igazat velük szeretnék? Mi lenne, ha már én lennék? S hű egy újabb elhíváshoz, adni mindig útra kelnék, aki ha vet, örül, áldoz. Törvényt ilyen formát hoznék, új körülmény, ne félj, változz. Sároztam? Már aranyoznék. Antal László, Tűnődések holtakról, élőkről. Mi lenne, ha? Mi lenne, ha költő lennék? Egyszerűség kedvelője. Sorral rímre is rálelnék, s jobban vágynék ihlettőre. Eszmék között rendet tennék? Bánatom hagynám az őszre. Mert szeretnek, vigaszt vennék? Mi lenne, ha festő lennék? Mennyi eszköz kéne ahhoz? Milyen színeket kevernék? Szólnék, ne utánozz, alkoss! Kedvelnének? S én szeretnék? Adnék színt a víg tavaszhoz? Kép álmaim összevetnék? Mi lenne, ha mester lennék? Persze, hangszergyártó mester. Hegedülve dalra kelnék, pörölnék a tolvaj perccel. Önmagamban kirelelnék. Lelkem érzem féltve tesztel, két kezemet ölbe tennék. Mi lenne, ha lelkész lennék? Isten vidám szószólója, szószékre fel hogyan mennék? Hogy ütne a belső óra? Négy naponta kétszer ennék. Van szavamnak tüze, sója? Igazat velük szeretnék? Mi lenne, ha már én lennék? S hű egy újabb elhíváshoz. Adni mindig útra kelnék, aki ha vet, örül. Áldoz? Törvényt ilyen formát hoznék. Új körülmény, ne félj, változz. Sároztam? Már aranyoznék. Tükör a vers is. A lélek. Kéretlen kéne belátni. Az elme. Képtelen vagyok belátni. A szív. Kénytelen vagyok belátni. Szívemhez mért a szót. Egy Pintér Béla motívumra. Bántó szót rábízok szélre. Tört mosolyt futóhomokra. Bocsáss meg, és felejts végre. Ami ártott, ma is árthat. Valóst kérj, medret és partot. Szíved mérjen verses vágyat. Semmi semmit. Így a törvény. Unalmat is ráncigálok. Maga bízót elnyel örvény. Bóbita, bóbita táncol, körben az angyalok ülnek, békadok fuvoláznak, sáskadok hegedülnek. Thank you.
csókot röpteti és kikacogja. Bóbita, bóbita épít, hajnali köt fal a vára, termeiben sok a vendég, törpe király fia lány. Csak rímes játék. Van kinek csak rímes játék. Ám én rimmé sose válnék. Mi a fontos? Hát a szándék. Meg-meg rónak halkul a hang. Szól-e mindig a nagy harang? Bizony, a csönd is lehet rang. Titok a vers születése, de ha kell, lelkedre vésse ihleted, ezt írd. Vagy mégse. Édes rózsám, szívem kedvese, hallott hív az ének. Csengőn, bongón szól a végzene, hadd táncoljak véned. Jöjj, jó, jöjj ide, édes párom, nóták hangja ma messze szájon. Vers ünnep. Vörös Sándor ürügyén lányomnak, ha lenne. Jussod van szóhoz, zenéhez. Egyszer a versed is szép lesz. Lüktet a szívem merészen. Jól tudod, lelkem is részem. A hegyoldal zöldben ázik, vígmadárdalól cikázik. Remeg az ihlet mélyben, lebben a szoknyád, szélben. Nevetést visz el szellő, napfényt árnyékol felhő. Templom harangja kondul, kutyánk ma rám is mordul. Belső hang diktálja versem, soronként nő meg a merszem. Elmerült annyi jaj évem, élnék már vidáman vétlen. Rét fölé kúszik hajnal, írok örömben, jajjal. Napfény s árnyék is rebben szememben, értőbb lettem. Titokra nem vagyok éhes, kevesből egyre a véges. Nem riaszt valós álom, untat, mégis csodálom. Megiklett tavasz, s az ősz is, tél és a nyár embert őriz. Jusson van szóhoz, zenéhez, egyszer a versem is szép lesz. Na hát, az embert, ha elidegenítik, se bajt kiált, és elidegenül. Félretol percet, felnevet, bízik, járja a táncot, maga hegedül. S jaj, ha az emlék ül a lelkedre, a szíved tudja, mi a veszteség. Kezedbe rejted, könnyes az arcod, a teli holddal nem jön menedék. Magányban. Sorom rímhez egyengetem, csúf viaskodik a széppel, örök belső életképpel, learatom, ha elvetem, egy szabály van, az is törvény. Szenvedélyed legyen játék, elfogadod, vár ajándék, s nem ragad el ihlet örvény. Ha ez titok, szépen állunk,
kedvem panyókára vetve, írásnak is eljegyezve, elviselhetőbb az álmunk. Írok, ezért így dünnyögök, lelkem előtt, szívem mögött esnek, állnak krétakörök. Megíródik, s szinte mindegy nekem, s vagy a mindenségnek, szavak halnak, tűzzel égnek. Hódolok a földön égnek, búcsút bizony versnek intek. Utószó. A dallamból lehet ének, ária és korhelynóta. Esélyes a jó duett is. Egy veszített, másik nyert itt, játék lásson jobb felének, ha a szándék ezt rám sózta. Magasan repül a darú, szépen szó. Haragszik rám a rózsám, nem szó. Rám adagod, kédes esti vers egy motívumra. Friss a tinta, ó az ihlet, de megkopott lúgtollam is. Nem vettem fel fehér inget, és a lelkem szólamait nem hallja meg álmos múzsám, úgyám. Friss a tinta, ülök már is asztalomhoz, sebbel lobbal. Kifizetem, ha nagy ár is, verslábat nógatok bottal. Van jó borom, legyen búzám. Úgy ám. Friss a tinta. El ne vétsem, vétek lenne ezt a verset. Prózáratán elcserélem, hát ha abban írok szebbet. A fals hangot de kiszúrnám. Úgy ám. Friss a tinta. Az elvárás nőttön nő, jaj, napról napra. Bennem meg a csodavárás zavar éjt, és kelt új napra. Ám az írást meg nem unnám. Úgy ám. Friss a tinta, szép a kékje. Miért is fed felhő napot? Űrhajóról írnék égre, s becsülném a pillanatot. A szivárványt fölénk húznám. Úgy ám. Friss a tinta, és a dallam kottára vágyódik inkább. Ott egy zenész, mögé halkan, ellesem játék a titkát. Álomporból bőven hull rám, ihletem is átaludnám. Úgy ám. Balladát is kerít Sinka. Böde Júliának ajánlom. Az a fruska szépen mondta, Sinka szavát megfontolva. Az anyám balladát táncolt, ízesen, otthon tanulta. De mégis a közös munka akadozott a tanártól. Itt visszafogottan inkább, mint aki ellesi titkát a költő belső hangjának. Szinte semmit ne adj hozzá, bár irigyed elorozná rejtélyét a balladának. A műfaja nem ballada,
Ha az lenne, jobban hatna. Érzed? Ez a nehéz benne. A költőben égnek, élnek, táncoló pogány személyek. Ne bízz semmit véletlenre. Mondd el újra ezt a strófát. Sirast pásztorősök sorsát, tánclépések zaját halljam. Könnyezel. Most kell a sírás. Tudásodhoz társul bízás. Én már nem élek szavadban, a vers tied mindörökre. Sírt nyitnak, hull rög a rögre. Távolról hallom a tapsot. Második hely. Sírjon győztes. A szerepem csupán köztes. Az idő nem szedhet sarcot. Más sorokra hangol Sinka. Korhány vizénél sose jártam. Ritkán perdül táncra a lábam. A kanásztáncot Balassi győzte. Verbunkost annó geszten is jártak. Csengfülembe még palotás is. Ügyetlenül jártam csárdást. Átlábolni volt az álmom. Tán egyszer-kétszer láttam anyámat apám nélkül ropni a táncot, ének szóra nyitni számat. Akkor csak, ha az férfi torokból bort hörpintvén szépen áradt. Más a mondában a mérték, babonában is más az érték. Ki beszél ma mítoszok nyelvén? Aki temet, magát siratja. Harangszóért szokás fizetni, könnyezünk-e útra kelvén? De köszöntünk halkan rokont, esperest, és megköszönik, hogy eljöttünk. Gyászolóhad így lett teljes. Rég mindegy, hogy öleltünk, öltünk. Összebékít fájdalom és gyász is. Jaj, ha azt elmondhattam volna. Kővel nem dobunk. Megteszi frázis. Viszünk virágot, hervattat, piacon ma csak ilyet adtak, pedig koszorút akartunk. És mindenki fájlon bólint. Ideje van a temetésnek. Sírni kéne, de gőggel kitartunk. Koporsón, de szép, védő réteg. A sírások vadul hányják a földet, a szívük csupa kő és kéreg. Szárad a könny, halkul dallam. Tűnődünk. Ki következik? Táncot ropnánk, él a hajlam. Olvasókör. Zenés barangolás saját és mások olvasmányaiban. A Civil Rádió FM 98 műsorában. Ady Endre lírát csinál. Régi árnyék hull. Ady paródiája önmagáról, amikor megtudta, Karinti tollára akarja venni az Így írtok ti sorozatban. Régi árnyék hull soromra, napos szívem jaj veszékel. Csúcsra vágyok, nem oromra, ha kéményre, úgy koromra. Meddig bírom zseni ésszel? Komp ország ez. Földrajzórán de bajos volt megmutatni, így dicsértek, nincsen szó rám. Kálvinista az én stólám, döngölt földön kell mulatni. Lelkek jöttek, és kidültek. Jaj annak, ki verset olvas. Asszonyok, ha ikret szültek, vének ablak előtt ültek, farkas vonít, rühes ordas. Én búsvérem, meg a népem, ihletej, végy megkettőzve. Régi árnyék hull itt szépen, ám a ritmust még én lépem. Kedvem támadt tarkább őszre. A szalmaláng ihlet. Ezer évek terhét bontom, édes anyanyelvem népe. Vándorlásait bolyongom, harangnyelven is elbongom, ripacs sanzont bíztam szélre. Mindenkiben én hárítok. Sose szítsák szalmalángom, miattam is hult a szitok, egy titkom se legyen titok. Sose sütött rétest ángyom.
hogyan óvott annyi intés? Soha ennyi fél szívet még. Volt itt szórás, alig hintés. Pintes mondja, ő csak iccés. Hívő hittel nem hitetnék. Megszenvedtem a szót én itt. Tas Péter úr, zokszó, zárszó. Ugor sejlik, török rémlik. Nem mind magyar, ami fénylik? Fél árbócon is leng zászló. Hogy láttassam Kertész Imrét? Alkalmi vers Kertész Imre halálára. Furcsa, tán 15 éve, hogy megfogott a kaddisa. Nő a fénye, fogy a híja. Vita tárgya, ahogy írja. Nem lepett meg Nobel-díja. Aztán jött a többi sorba. Ha csak egy regénye volna, sorstalanság. Elmém szítja kudarca és lobogója sorstalanság. Kaddis után rossz a sorrend, tűnődsz után. Későn jött az elismerés. Egésszel birkózik meg rész. Eltitkoljam, olykor merész. Mentés másként. K. dosszié. Anyanyelvem szigetnyelvé. Elgondolom a sorstalant. Fürkészem is, mi van alant? Önmagát, mint riport alanyt. Nyelvet alkot, aztán szólja a felszámolás írója. Summázata, végső kocsma? Nyomasztó az író vége. Európa öröksége és a Haldiman levelek. Érzi a lét nagy sodrását. Így élte meg boldogságát? Mennyiben új, mond a néző. Nagy író volt, nagy igéző. Érthető, olykor nehezen. Eltűnődöm én is ezen. Ne olvass könnyen érthetőt. Igaz, ne szárítson velőt. Elég. Nem mondtam eleget? Mérő zsinór a szeretet.
Eszterházy Péter halálakor. Tán 40 nappal idősebb. A nyelv magántulajdonunk. Tudta, tudtuk. Az idő seb. Szánva térrel, háttérhonunk. Szavak. Pont. Vessző. Jelek. Ősgróf. Min is uralkodik? Árnyak. Örök kísértetek. Talan. Telen. Őzik. Kodik. Idézetek tömkelege nehezíti vagy könnyíti. Olvasónak van elege? Szabályosan kéne vívni. Ki dönti el azt, hogy kéne? Itt kell el csak a javítás. Újabb kérdés, ő-e, én-e? Ahány könyv, annyi az írás. Behvetés a bevezetés, legyen ha bár kis a regény. Egynek hátán hideglelés, riposztban is jó a legény. Szép irodalom? Az számít. Hattyúból? Na jó, 17. Tegnap vettem észre, ámít. Kivel vegyem át a leckét? Darab ideig még tanít. Lelkünk belép, topog, rámol. Szájában már néma a síp. Csonthalmaszként elelszámol. Utószók. El van olvasó tudatban. Törvénye az így volt. Mindegy. Sorai közt zár s húzat van. Köztünk írt, s elhagyott minket. Száll a füst, áll a kémény, lángokban az apa élmény, okulásul más történet. Él a halál, holt az élet. Alkalmi vers Csóri Sándor halálára. Elment immár mindörökre. Kéne a vers, pontos esszé. Írt szívekre, fára, rögre. Most lesz végleg személyessé. Úton járt, és hívta ösvény. Tanú volt, remélt, tévedett. Kísértette nép és önkény, ihlet, markolt, tépett, szedett. Fontost bízva mérlegre tett. Őt mérik, eszméi súlyát. Fontoljuk meg, amit vetett. Örömét, Bartóki búját. Juhász Ferenc Kozmoszt lépd el. Őt olvastam majd egy évig. Versre, époszokra éhes. Képben, nyelvben jártam térdig. Elképedtem, mi szegényes lelkem, rezidala nélkül. Múltunkat is másképp láttam. Elődökről izzott tabló. Adis József Attilában miért kérlelt, svádolt a szó? Immáron elmém is békül. Hegycsúcsok és vonulatok hívják, vonzzák, lebegtetik. Bosszankodom. És mulatok. Meddig bírta? Bizony, eddig. Esendő szó marad végül. Utószó. Hiányolom Nobel-díját, hiszen ő maga remélte. Látom életműve híját, költő sorsát hosszan élte. Ki olvassa, veszít, épül. Elmegyek, ó, szútra megyek.
Olvasókör. Zenés barangolás saját és mások olvasmányaiban. A Civil Rádió FM 98 műsorában. Költőnőket olvasok. Vers töredék Tóth Krisztinához. Fel, Krisztina! Írjunk verset. Jobban mondva, ön diktálja. Olvasónak tátva szája. Sült galamb ihletem szánja. Így élve át új keservet, vagy a meghökkentőt várja. Fel, Krisztina! Írjuk végre. Hangosabban, én nem hallom. Még szép, jó költőnek vallom, ezt a sort itt én sugallom. Földön írtat fessük égre, versünk a tét, látja, tartom. Fel, Krisztina, okos szóra, kevesebbe nem kerülhet, verset ír, virágot ültet, sokkal próbálja lelkünket, közben áll az ihlet óra, hogyha hallgat, azzal büntet. Fel, Krisztina, még több rímet, sorunk ne zuhanjon mélybe, ihletét vidáman élje, lecserélni sose félje, szép nő rímét, avitt hímet, de ki méri, sokra mérje. Fel, Krisztina, sort sor után írjon tovább, persze szebben, sarat álljon Debrecenben, versfámról ihletem rebben, s még tűnődök játszva, bután, a zárósor idelebben. Szabó T. Annának. Zizegés az élet, szalmaszál az írás. Éled, avagy féled, kicsinyít nagyítás. Hintáztat a sorsom, ihletetten, bátran. Házfedelem bontom, csillagos ég sátram. Ellen, inkább mellett. De régi a nóta. Nézd, ez is kitellett, mondásos mondóka. Lélekfalam dőlhet, versvilágom épül. Világot is szőhet, árnyra vidám fény ül. Így írunk mi ketten. Jaj, hogy írnánk hárman? A csönd lopva retten. Holnaptól is mában? Meghallod? Csak hallod. Szélnek ereszted. Megmártod az arcod, bánkódjak helyetted? Gondolod-e szebben? Kimondod-e hittel? Mennyi emlék rebben? Ne félj, vígan vidd el. Szonett olvas szonetteket. Egy költőnőnek. Bár a vers gejzirként tör fel, lélek csöndje előzi meg. Ha korán kéred, rád sziszeg. Ha későn, ihlet rejti el. Mi fér versbe? Mi a napba? Te döntöd el, és te pakolsz. Szavaid érzik, ha dacolsz, s te miattad kapnak hajba. Leméred, ha lenne, volna. Tagadásod némán rebben. Nem írni is lehetetlen. Szabadság is lehet rabság, nem divat hinni manapság. A féltett porba omolna. Szonetben mondom el a folytatást is. Ha már a vers csodál téged, s ritmusra üt szíved csendet, övez rád is lelki vértet, szeresd bár a féltett trendet, a szó, ha pontos, magyaráz. Ha engeded, úgy elfeledted. A higanyszál mutatja, láz. Versemmel is keres elvet. Iránytű olykor téveit, elme fantomképet vetít, remélve gondold túl magad. S megérted, a dolgok rendje fonódott bizony szívedre.
s rád nevet újabb virradat. Kirekesztve. Borbély Szilárdot olvasok. Ím a törvény szőtte csendé, köddé. Előbb válik a hat ötté, az a nyelv nem kapocs többé. A létfaláról lehull remény, írás, játék, csereberét játszik szándék, életért halál, ajándék. Összegzés. Jaj, de ami összekötne, sútba vágva, gúzsba kötve, csontomig válj, mindörökre. Egy csokonai kutatóhoz. Toánné Hovánszki Mária szép könyvében gondolat, kiérlelt, épp. Lelkéből indítja, tudósan megírja. Bennem is hogy szítja dalok tüzét, vitézben együtt él, gemájn, és szép. Rakamaz, Debrecen, írás helye. Mélyen a lélekben van elrejtve, együtt lép a korral, mint költünk a sorral. Habár az jó borral, s több lesz vele, csokonait értők közt a helye. Munkáján a korszak tudása ül,
Olvasó lelkem ím vígan hevül, fizette az árát, ne lássa a kárát, hallja sok dallamát, ki lelkesül, arcán a pálócik öröme ül. Ihletem jegelem, szép lassan hűl, ne tudják-e verset rajta kívül? Biztassák, szeressék, a könyvét megvegyék, újabbat reméljék, így híresül. Alkalmi versemen remény rezdül. Mi azt mondják, nem illik a tánc a magyarnak, nem a néki bugyogot, fél nadrágot karnak, de illik a sarkantónak, a frank tánc mind megédes, mind szeles a német, nincsen mutációja, mind egy bélharhívet. Az anglus én nem alkalmas szövevényes táncra, csak az ugros magyar tánc, a szentábi táncom. A bőzünk ő hosszúságos, emlecetni kocsmáros, annyit vettem az öröztöz, annyit bukok a bőröztöz. Járjuk legyenik, mint felül a van magyarnak, mint az életelik. Járjuk legyenik, alkalmi vers Lackfi Jánosról. Kedve tartja, versbe sűrít. Ihletét próza villantja, másokét is becsben tartja, riportert is népszerűsít, hogyha folyó, dús a partja, ha túl hevít, rögtön hűsít. Komoly tanár, játszó ember. Komoly lenne? Annak látszik. Nagyon tudja, azért játszik. Kitér előle november, kötgubája vígan vásik, és jegén is siklik tender. Ihletért, hogy maga vívjon, buszra száll. Utast meglesni. Ne hagyd magad beetetni. Azért van, hogy verset írjon. Jaj, de szeret adni-venni, ezt a sort is ő rábízom. Férfi s a nő, ha már 40, s úrrá lenne genderpánik, s a másikkal csúnyán bánik, genetikát ne feledjen. Vágy az emberre, bíz rányit, akire nem, az pereljen. Vigyázat, mert friss a tinta, próbáltatik szava, hite, Johanna is mire vitt? Simonnak is más a minta. Buzdítónak kiálts, csitt te! Nem focizol? Ott a hinta. Epilógus. Tükröt tart a magyarságnak, senki meg ne vesse érte. Amit leírt, magán mérte. Mit a szív szól, adja szájnak, felövezve író vértje, tegnapnak, holnapnak, mának. Kedves hallgatóim! Az Olvasókör című műsorunkban Antal László verseit Simon Attilától hallották. Köszönöm a művészeknek, hogy eljöttek a Civil Rádió stúdiójában, és a hallgatókkal a jövő héten is találkozunk. Viszontlátásra! Olvasókör. Zenés barangolás,
saját és mások olvasmányaiban. A Civil Rádió FM 98 műsorában. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.